Na, szervusztok és üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a The Armory Pass nyitogatásokat, most az én fiókomon vagyunk, itt vagyunk ugye vagy az én fiókomon. Jelenleg az előző videóban a Tibi fiókján nyitottunk, hát mondhatni nem túl sok sikerrel, nem jött túl nagy skin, egyedül jött a havasi háromszínű uh, harctéren tesztelt be, akkor 5 euró volt körülbelül, mondjuk egymás után veszem fel a videókat, szóval most is annyi körülbelül, szóval ja. Nézzük meg akkor, hogy az én fiakomon leszünk-e szerencsésebbek. Mondom, hogy minket fogunk nyitni. Mi nagyjából csak is gyűjteményeket fogunk nyitni. A négy kollekcióból nyitunk. Digolt én lehet, hogy nem fogom úgy kivenni, így a jövőben most már lassan lejár a PESZ, és kell vegyek újat, mert mindjárt kiviszek kettőt. Fogok nyitni egy darab hiányzó láncemet, egy darab Overpass kollekciót, egy darab grafikai gyűjteményt és kilenc darab sport és játéktért fogunk ma rottyintani. Szóval én nem is húznám a szót, és a végén megnézzük egy Google-ös bővítménnyel a raktár értékét, ezeknek a kineknek, majd a leendő értékét, hogy mennyibe kerülnek, csak Tibinél ezt nem tudtam megcsinálni. Az előző videóban kinyitottuk őt, ő ilyen 4 euró felett van, ő 2 ,50 euró 50 cent körül van, tehát ezek nem rosszak, hát valami nagyot innen is szeretnénk kinyitni, nézzük is, őt nem tudom, hogy mennyi lehet, fogalmam nincsen, igazából, várjál, most ezt meg kell néznem, hogy b -b -b ennek most kék a zingje, de ott piros volt, vagy milyen rózsaszín. Akkor ezek is változnak, vajon? Ezt megint írj meg kommentbe valaki, hogy ezeknek a színeknek, vagy valami van-e ritkább szín ezekből, hogy az öltözéknek a, a színe, mert látjátok, hogy itt kék, világos kék, itt viszont rózsaszín. Ezt gondolom, ehhez, ahány fajta, annyi fajta szín. Világ van benne, aki ebbe benne van, az írja meg a komment szekcióban, nagyon szépen köszönöm. Na most innen a top 4-ek a legjobbak nyilván, de abból is inkább a top 3, tehát AVP, vagy esetleg a Zeus, akár az AK, szóval ne is húzzuk a szót, let's go! Nézzük! Én remélek valami nagyot. Hát nem, nem ez a nagy, ez lehet, hogy jár új, de ez nem, nem big, de a végén összegzünk, és majd megnézzük. Következő a grafikai kollekció, ebből az AVP-t szeretnénk kapni, nem kaptuk meg az AVP-t, de amúgy valaki ebből nyitott már valami értelmeset ebből a The Armory Pass-ből egyáltalán, vagy ez hülyeség nyitogatni, fogalmam nincs, let's go tovább. PP Bizon, hideg sejt, gyönyörű szép harctéren tesztelt, kondícióba lehet gondolom, hát itt nyilván megint az első három, esetleg négy, de még őnek is örülünk a itt fog érkezni. Itt többet nyitunk, mint a Tibi fiókján 10 ponttal, ha jól tudom, mert itt 47, ott meg csak 40, ott meg 37 volt. Itt meg 47. A tigris mintás, nem tudjuk milyen kondícióba. Oké, okay. nem erre vágytunk. Gyere, M4, A1, gyere. Ráteszem a kezem, AK. Nem jó. Ezek centesek lesznek, az a baj. Nagyon-nagyon az a probléma, hogy ezek centes skinek lesznek. Gyere! Most ha megnézzük a kondíciókat, mert most a kíváncsi vagyok rá, öt darab van még egyébként vissza. Kevésé használt, oké. Okay. Hát ha jó, ez, ez biztos harcéren tesztelt, így van. Ezek esetleg valami. Kevésé használt, Negev, szerintem gyári új, vagy kevésé használt, így van, de hát ez, ez értékelhetetlen számomra. Oké, okay. hát ez milyen volt, ez azt hiszem nekem harcéren tesztelt, van egy oké. Okay akkor folytatjuk is, még egy négy pont utolsó 5 darab következik, FAMAZ, wow! Hát ez is nagyon kopottnak néz ki, vagy alapból ilyen, ezt ma megint meg kell nézni, mert nagyon nem akartam rácserélni, mindegy. Kevéssé használt, de szerintem semmi értéke nincsen, ezt akarom. Mindegy, akkor majd azt visszacseréljük. Folytatjuk tovább négy pont felhasználását. Úristen, nagyon szarokat nyitunk gyerekek ebből, nagyon-nagyon szarokat nyitunk. Ez nagyon el van kopva. Ez nem kapva, ez kopva, fiam, ez nagyon kopott. Következő négy. Valami nagyot? Ez már picit jobb, ez már kék, és talán még valamilyen kondícióban is van akár kevésé használ, de hát ez undorító skin, tehát ez tényleg nagyon csúnya, nem tudom ki használ ilyet, hogy kinek tetszik ez, kinek pattant ki a fejébe, hogy na ezt ki kell adni, ezek szép skinek lesznek, az egy őrült tudós volt minden esetre, hát valami nagyot nyitnék most már nagyon szívesen, gyerünk utolsó előtti, AK Olivia, vagy milyen, Oliva bocsánat, hát gyerekek, ezek az AK-k, ezek nem, Ja, ebből van még egy, bocsánat, ez a te gyári új. Ez gyári új, az előző pedig szerintem ez kevéssé használt. A tigris mintás téren tesztelt, wow. Ez pedig uh, megint megint téren tesztelt. Hát uh, jó, hát akkor az utolsó jön gyerekek. Ráteszem az órom, nem tudom mit csináljunk most már tényleg. Valami nagyon gyere. Ja, kurva életbe ezt beszoktuk, na most. Valami nagyon, gyere, 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 gyere. Tigris mintás, jó az, jó az, figyelj. Ez szerintem gyengébb lett, mint a tibi tehát Tibi még hallgathat is. Ez nagyon gyeng, harcszélen tesztel, gyerekek. Hú, de gyenge lett ez a nyitás. Hát akkor nézzük meg, hogy mennyit élnek összesen. Na itt is vagyunk ezen a, nem tudom mi ez, pontosan ez a bővítménynek a neve, meg is nézem c 2 Raid, azt hiszem egy magyar srác csinálta talán, ha jól emlékszem, ezt a bővítményt. Itt vannak ezek a mostani gyönyörű szép nyitásaink, ezek pedig mások, ezeket is nyitottuk, hát az előző videóban megmondom nektek, kevesebb pontból többet nyitottunk árban, jóval kevesebb pontból, jóval többet nyitottunk így árban összességében. Na de nézzük is meg, ugye ezt nyitottuk, ez ilyen 1 dollár 27 darab cent, hát a negev az nagyon gyenge, 30 centek ezek is, úgy, úgy szint mindegyik ilyen pár centes, ami értékesebb egy kicsit, azt talán ez, éppen hogy még minimál ver, itt amúgy vagányom meg van csinálva ez a float lista, nő talán egy picit értékesebb, egy kemény euróval, ő 89 cent, és még egy 19 cent, tehát bőven a Tibi fiókja nyitás alatt vagyunk árban. Kb. a fele, több pontból a felét nyitottuk ki. ez nagyon-nagyon réged volt. Őt ha kérdeznétek, őt pedig kivettem valamilyen féle oldalról, feltettem egy kevést, és akkor beadta, hát mondom, az jó. Szuper, ez egy Factory New Guardian statrak egyébként, és még a flótja is egészen jónak mondható, majd ugye ő eladó lesz. Egyelőre még használjuk, mert ugye bejött hál' Istennek ez az egyhetes trade-ban mindenre. Ugye bár, szóval, ja, hát az előző videóban jóval többet nyitottunk, de hát mindegy, ez van, ezt kell szeretni, hát nehéz ezekből jót indítani. Láttam gyerekek olyat, hogy 600-600 pontból a srác gyakorlatilag értelmezhető dolgot nem nyitott ki. 6 darab 100 pontból azt hitte, és akkor ezt most nyelvíztem meg tegnap ezt a videót, vagy tegnap előtt, hű, mondom gyerekek, akkor mi ebből a kis 40 pár pontból, meg 37 pontból, mit akarunk minnyitni, nyitni, és szintén megmondom, semmit gyakorlatilag. Szóval örüljünk, ha nem jött semmi, gyakorlatilag ennek is lehet örülni. Nyilván majd még veszünk peszt, én fogok venni, ha minden igaz, és akkor majd még jönnek ilyen videók, ilyen hasonló mennyiséggel majd hát picit számítottam, hogy hát a badja, van akinek beadja két ládából, van akinek százból se adja be, tehát ez teljesen randomitás. De egyébként ezeket a csármokat pénzügyileg úgymond jobban megéri nyitni. ha kevés a pontod, lehet ezeket még jobban megéri nyitni, mert a legrosszabbak is egy euró felett vannak, még ezek a skinek, látod vannak 19 centesek is, és szerintem akkor nézzünk meg egy beváltást, Megnézzük, az mit tud igazából, beváltás -e szerződés, használata. Oké, okay, és akkor beváltjuk valami másra. Ó, SP-t kaptunk, Az jó múgy. Szia, jó amúgy, az mennyi, milyen állapotban, milyen kondícióban van. Harctéren tesztelt, hát az is ér valamennyit, igazából, megnézzük. Egy euró valamennyit fog érni, egy fél, 1 dollár 59 cent egyébként. Itt a sok szemetet beváltottuk kevesebb szemét, nem biztos, hogy megérte, de mindegy. Tehát legalább a sok szemétből lett egy szemét igazából. Mondjuk, mondjuk a float -ok a teteje effektív, tehát nem sokkal kopottabb, mint a minimál verünk, ami meg a, annak a floatnak -ok az alja. Ez meg nagyon-nagyon a teteje. Ez meg nagyon-nagyon a teteje, szóval még amúgy az oké, és is majdnem belementünk a minimal verbe, de mégsem azért de nem néz ki sokkal kopottabban. Hát ezek majd eladásra fognak kerülni, és kb. kijön egy fél Ha így mindent eladok, akkor körülbelül amúgy szerintem... Most így számolok gyorsan egyet. Egy ilyen nagyon-nagyon szűk, mire Steam-en eladott, meg minden, meg addig arra lehet lemegy az áruk, meg össze-vissza megy az áruk. Nagyon szűk 10 euró a két paszból igaz még az egyikből van hátra, vagy három pont, ami még nincs kifarmolva, de nagyon szűk 10 euró jött ki, 30 eurós összárba, 30 euró és ö... 38 cent, tehát 30 euró, 38 cent, ha jól számolom, nem éri meg, így ilyen szemmel nézve, hát ez most egy szerencséjáték, úgymond vagy badja, vagy nem a passz is, tehát ezeket fogjuk akkor most eltenni igazából, nem hatalmas nyitát, és hát ezek a maiak, ezek tényleg nagyon gyengék voltak így a összeértékben, sajnos alig éljük el a pár, egy 5 eurót sem szűkön, nagyon-nagyon szűkön érünk el. Hát én köszönöm a figyelmet, remélem nektek azért jobbak a nyitásaitok, bőven jobbak, és a következő videóban pedig találkozunk, ami nem tudom mi lesz, biztos nem ilyen nyitás lesz, ma az még kell vegyek peszeket, ha egyáltalán veszek, lehet nem is veszek, meglátom majd még, hogy megéri -e, mondom, ha játszotok a játékkal, és van annyi felesleges pénzetek, akkor igazából megéri, ha keveset játszottok, akkor nem éri meg. Jó, hogy van rá még 90 napotok farmolgatni, de az út szenvedés. De ha tudtok játszani a játékkal, össze tudtok jönni haverokkal, fán, akkor igen, amúgy meg nem éri meg. Azért, hogy ebből keressél, és csak azért, hogy szenvedjél, és nem is szerted a gémet, kurvára neved meg, mert látod, nagyon nehéz, hogy beadja. Van, akinek beadja két ládából, ez is igaz. Van, akinek egyből adja be, van, akinek tízből adja be, ötből. Nagyon random, nekem most ez így sikerül, de én nem panaszkodom így sem lehetett volna még rosszabb is, mindig azt kell nézni. Szóval tényleg köszi a figyelmet, még egyszer a következő videóban találkozunk, addig is pacsi, iratkozzál fel, ha nem lennél, mert még mindig ingyen van, persze a like is, sziasztok!